Nem volt okuk a panaszra az idei majális szervezőinek, hiszen nem kellett ezúttal külső tényezőkkel, például az időjárással megküzdeniük. Május 1-e délelőttjén mindkét helyszínen, a Dunaparton és a kinizsi műfüves pályáján is el tudtak indulni a programok. Utóbbi helyszínen Banádi Imre szervezésében három település gyerekcsapatai mérkőztek, majd két nagy név a helyi kispályás fociban, a Méta és az Admirál lépett pályára. Működik a mai napig is Ercsi Méta csapata, ők 38 évet ünnepelnek az idén, és van Ercsi Admirál csapata, akik 35 évesek. És arra gondoltunk, mivel ünnep a mai nap, legyen ünnep közösen, egy jó csatát fognak vívni, körülbelül a 11 óra táj. Jó barátok vagyunk, jó haverok vagyunk, és majd meglássuk, hogy mi lesz az eredmény. Tudni kell arról, hogy az U9-es kis labdarúgó csemeték vesznek részt ezen a május 1 kupán. Ercsi csapata, Besnyő csapata és Kult csapata vesz részt. Most egy forduló már lement, és azt kell elmondani erről, hogy nagyon jó érzik magukat a gyerekek. Sok szülő látogatott ide. Délkörnyékén a Móricz Zsigmond úti helyszín elbúcsúzott, a résztvevő focisták pedig csatlakoztak a Dunaparton majálisozókhoz, amikor már éppen a főzőverseny eredményhirdetése zajlott. A mostani majálison sem volt egyébként megkötés az ételekkel kapcsolatban, így pörkölt, gulyás, káposztás, ételek és még sok egyéb is szerepelt a gazdag választékban. A győztesnek járó elismerést ezúttal a TNT disznóhúsból készült titkos receptje egy igazi legényfogó étel hódította el. Hogy azért ez az étel lett az első, mindannyiunk számára az egyik legeslegfinomabb, mert nem egy hagyományos, pörkölt jellegű étel volt, hanem ha jól tudom, egy legényfogó leves. Majd elmondják, amit igazából szerintem Bográcsban nagyon nehéz főzni. Ez az Ercsi legényfogó leves volt, de megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy mi van benne. Disznóhús jobbról balról. Győzni fogunk! Jó? Benne vagy? Igen. Győzni fogunk! Hát akkor induljatok, bátor vitézek! Üdv a király seregében! Üdv a király seregében! A színpad környéke ekkora már benépesült, előbb a Napraforgó mese színpad előadása, majd a Jorgoványi és a Zorica tánccsoport vonzotta a nézőket. Polgármester úr, egy remek rendezvényt sikerült összehozni, legalábbis mindenki ezt mondta, akivel idáig találkoztam, mi a vélemény a mai napról. Én is nagyon jól érzem magam, tetszik az, hogy az emberek egymásnak az asztalához leülnek, beszélgetnek, megkóstoljuk egymás főztjét. Nyilván elmondják ilyenkor az utcáknak a problémáit is, de többnyire arról beszélünk, hogy milyen jó, hogy együtt lenni, milyen jó közösségben lenni. Én mindig is ezt szerettem Ercsibe, hogy ismerjük egymást, hogy nem csak egyszerűen névről, hanem akár kicsit többet is tudunk egymásról. Jó így együtt örülni és együtt élvezni ezt a szép időt. Igazgató az, hogy folyamatosan itt van, gondolom, hogy értékeli ugyanilyen folyamatossággal az eseményeket. Mi az, amit eddig látott szakmailag, hogyan értékel ön? Mindenképpen mindig valamihez viszonyítani kell, ugye mindig az előző évekhez tudunk viszonyítani. Azért az időjárás függvénye mindig egy ilyen külső szabadtéri rendezvény. Nagyon-nagyon jó az idő. Már túl meleg van, nagyon sok embert vonzott ki, én annak nagyon örülök, hogy különböző korosztályúak is, tehát gyerekektől egészen nyugdíjas korosztályig, szóval talán elérjük azt most már lassan, hogy tényleg egy ilyen családi nap ez a majális. Thank you.
most úgy láttam, hogy viszonylag sikerült jól megszólítani a különböző korosztályokat. Szűcs Juditra egészen másfajta tömeg tombolt, ha tetszik, mint mondjuk most a Groove House-ra, itt a hátunk mögött. Volt a gyerekeknek is program, úgy gondolom, majd végül lesz, az pedig megint csak egy ilyen széles réteget felülelő kis koncert lesz. Biztos nagyon jó lesz az is, de idáig is szerintem mindenki megtalálta azt, amit keresett. Megszokhattuk, hogy civil szervezetek vannak, ők csinálják ezt a főzés részét, és most láttam például utcákat, és szerintem ez egy jó irány lehet. Igen, egyre többen vannak, már azt kellett nézni, hogy kit hova helyezzünk el a főzőversenynél, ez nagyon jó, mert talán ez is volt a lényege az évekkel ezelőtti majálisoknak, hogy baráti társaságok kijöjjenek, együtt főzzenek, együtt szórakozzanak, ezért is egy családinaknak gondolom ezt. Az, hogy mi köt össze bennünket ebbe a városba, az nagyon sok minden lehet, közös érdeklődés, életkor, vagy egyéb más dolog, de az, hogy egy utcában lakunk, tehát ez valóban így van. Én most több ilyet hallottam, hogy utcabál volt egy, én is meg voltam hívva az egyikre, az Erkel utcában, amikor újra megcsináltuk a szép kis burkolatot, akkor volt egy ilyen buli. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon klassz dolgok, hiszen rengeteg minden összeköt bennünket ebben a városban, ha éppen az, hogy egy utcában lakunk, akkor hajrá! Ha újra látom, hazudni vágyom, nem érdekel hangosan, hol jár és kiről, úgy is jön, ha kell. Nagyon jó az, hogy mindig vannak helyi fellépők. Jó volt nézni ismét az Oricának a táncát. Ez mindig egy olyan színfolt, amit szívesen mutat meg az embernek az, aki itt lakik. Mi is most például így vagyunk, a családom vendégül lát Amerikából egy kedves ismerős barátot, és nagyon örültünk, hogy épp most jött, hogy lehozhatjuk, megmutatjuk neki, hogy na, ez a város, nem csak, hogy milyen épületeink vannak, hanem az, hogy így nézünk ki, így tudunk mi együtt szórakozni, magyarok. Az például nagyon pozitív volt, hogy egy idős nyugdíjas néni ült az első sorban, és a Baby Gabi végén odahúzott magához, és megköszönte, hogy ez mennyire jó ötlet volt, és milyen jól érezte magát. Holott ugye nem ő a célközönsége a Baby Gabinak, de mégis jól érezte magát, tehát ez azért egy ilyen pozitív visszajelzés. És bocsánat, még egy kérdés, a kiegészítő szolgáltatások, illetve az árusok is óriási sikert arattak. Ennek is nagyon örülök, nagyon nehéz egyébként újakat vonzani, ennek sajnos több éves hagyománya van, hogy miért, de most mindenki egyébként, aki jött, pozitívan nyilatkozott árus részről is, hogy nagyon jól ment az üzlet, úgyhogy hát ez is lényeges dolog azért. Nem volt fennakadás, zökkenőmentes volt a rendezvény, és kopoljuk le, rendbontás sem volt idáig. Én azt hiszem, hogy azért az elmúlt két évnek már így talán ez lehet a tapasztalata. Ez valószínűleg azért is van, mert olyan fellépőket hívunk, akik talán azt a kulturális szórakozást és szórakoztatást nyújtják, és ezáltal az emberek is ilyen formán érzik jól magukat. Úgyhogy ennek én nagyon örülök, és bízom benne, hogy a továbbiak is így fognak zajlani majd. Egy-kettő, ez itt kérem a hangbeállás. És hát itt a hátunk mögött már pakolászik egy Ercsi érdekeltségű zenekar, róluk néhány mondatot. Ők a Midlife Crisis, az Ercsi vonatkozása ugye a Bús István, akit inkább mindenki Pistiként ismer.
Köszi, ez volt a beállás. Sziasztok, Gólicsék! Hello, Marcinka Ákkor, szia, Hegye Ildi! Szia, Popovics Marika, szia, Pinter Márti! Hát, hello minden Ercsinek! Nagyon-nagyon készültek, ugyanis a Pisti még soha nem lépett föl így szülővárosában. Készítettek ilyen előzetes videókat, hogy mennyire próbálnak így az Ercsi majálisra. Úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, mi is. Én láttam őket már, nagyon jó buli hangulatot csinálnak. Ehhez adott szerintem a Pisti személye is, illetve maga az a felszerelés, amikkel ők így megjelennek, az öltözet, tehát egy nagyon-nagyon bulis hangulatra számíthatunk. Még egy apróság, amivel engem megtaláltak, és talán ebbe is lehet valami. Egy ilyen retro jellegű majális, amiben olyan csepülapú gondyolaszerű feladatok vannak, és ahhoz persze kell egy hópmester is, valljuk be. Igen, hát meg ahhoz több ember kell azért. Tehát ezzel a maroknyi csapattal, akik a művelési házban vannak, ezt tudjuk megcsinálni. Egy ilyen feladathoz nyilván ott erőteljesebb civil összefogásra lenne szükség. És hát ilyenkor szoktuk feltenni a kérdést, következő nagyszabású szabadtéri rendezvény, mit tudhatunk? Következő szabadtéri rendezvényünk szerintem augusztus 20 lesz. Előtte egy nappal én úgy tudom, hogy lesz egy nagyszabású valamiféle, tehát musical jellegű előadás. Ez annyira meglepetés, hogy még én sem tudom pontosan, hogy mi lesz. De egészen biztos, hogy a múlt évekhez hasonlóan most is nagyon jó lesz, erre készülünk. A nyáron is lesz többféle olyan találkozó, amihez mi csak inkább a helyet adjuk, vagy segítünk. Tehát lesz Suzuki találkozó, lesz a Honda Shadow találkozó, ami most már hagyományos, immár itt a Dunaparton, lesznek bőrzék. Az, hogy ebbe az egészben hogy fog beleszólni a Dunapartnak az újjáépítése, azt még pontosan nem tudjuk, de egész biztos, hogy valami, tehát a helyszínekre érdemes ezt odafigyelni, hogy mikor, mit és hol tudunk megtartani. Egy biztos, hogy jövőre majális már úgy fogjuk tartani, hogy egy teljesen megújult környezet vesz majd körül bennünket.